Hosszabb kihagyás után, sziasztok! Én Szeni vagyok, üdv újra itt a csatornámon. Tudom, már december közepe, sőt már lassan december vége van, de még mindig van talán 7 adventi kalendáriumom, hogyha jól emlékszem. És mindenképp szeretném ezeket nektek megmutatni, és amúgy nagy a valószínűsége annak, hogy amiket most a következő videókban mutatok, még kaphatók, és ráadásul akciósan, hiszen ugye december 1-e már bőven elmúlt. A kihagyás miatt most nem szeretnék egyéb infót mondani, aki követ, az már biztosan látta Instagramon, hogy mi miatt nem tudtam most hetekig videózni. Szóval, ebben a videóban a youtry.me oldalnak az adventi kalendáriumát fogjuk kibontani. Erről az oldalról egyszer már rendeltem, talán augusztusban vagy szeptemberben került fel a haul videó. Abban a videóban azt hiszem egy kis infót említettem az oldalról, szóval most nem is szeretném ragozni. Ez a naptár eredeti áron 100 euróba került, ezért nem is rendeltem meg nagyon sokáig. Most rendeltem meg decemberben, ugyanis most 50 euróra le volt akciózva, és még egy ajándéktermék is volt hozzá. Ebben a naptárban lehetnek beauty cuccok, fűszer, nasi, élelmiszer, bármi. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lehet benne. Ha titeket is érdekel, akkor tartsatok velem. Ó, egy nagyon-nagyon színes naptárról beszélünk. Megpróbálom rendesen megmutatni. Így néz ki, hát nem túl karácsonyi, van rá egy-két karácsonyi motívum, de eléggé színes. A minősége szerintem azért látszik, hogy kicsit ilyen össze-vissza vannak a dobozok, de hát mindegy, 100 euróért azért nem ilyen kinézetet várnék, de 50-ért szerintem oké, mert amúgy vannak nagy ajtók, eléggé nehéz a naptár. Amit érdekesnek találok, hogy látjátok, hogy ferde az alja, szóval nem lehet így tartani, hanem ez csak így, ilyen ferdén lehet lerakni, szóval ha most leállítom, akkor ilyen ferde a naptár. És a hátulján ki lehet klappintani kis lábakat, és akkor meg is lehet támasztani. Nos, nézzük is. Hú, az első doboz az eléggé nehéz. Ebben egy téli kiadásos Red Bull energiaital van, fügés és almás. Második egy eléggé pici doboz. Huha, hát egy nagyon kicsike termék is van benne. Afrikahandel.de oldalról, ez egy Shea Gold márkájú ajakbalzsam. 6 ml-es, 70%-os shea vajjal, és 30% mandula olajjal. Harmadikán, talán a Lekeráj oldaltól van finisher, ez egy valamilyen tojásos készítmény, vagy tojás helyettesítő. Ebből lehet tojásrántottát, tükörtojást és omlettet készíteni. Azt írja, hogy csak meg kell kicsit fűszerezni, és már kész is van. Na, hát ez nagyon-nagyon érdekes. Nem vagyok az ilyen helyettesítő dolgoknak a híve, de ezt tényleg nagyon szívesen kipróbálnám, hogy tojás íze van-e tényleg, vagy ez hogy működik. Negyedikén egy textiltermék van. Ez egy sötétkék ilyen kis mosakodó kesztyű, és van hozzá egy kártya. Ez a Kuschel márkától egy termék. Ötödik doboz. Ebben Invisibubble van, 3 darab sima, egyszerű, sötét barna telefonkábeles hajgumi. Nézzük hatodikát, ami nekem Mikulás nap, ugye, és szerintem nekik is, mert eléggé nehéz, nagy doboz, és egy Mikulás arc is van rajta. Ó, ez egy cseresznyés és tejcsokoládés lekvár. Oké. A Schwartau márkától. Hát ennek a márkának rengeteg lekvárja van, ez itt Németországban minden boltban kapható. Ezt a verziót még nem láttam, de nem tudom, a csoki meg a lekvár az nekem valahogy nem fér annyira össze. Ó, hetedikén egy proteines innivaló van, Café Latte az All In márkától, zsírszegény, kalóriaszegény, és 100 mg koffein van benne.
8-án megint van egy kis reklám, illetve a Shavens-től egy pihentető, kenderes arc alatti maszk. Vagy arc? Szem. Szem alatti maszk. A 9. doboz nagyon nehéz, ebben biztos valami innivaló van. Igen. Ez a Ficken márkától egy Royal pezsgő. A Ficken az valamilyen likőr, azt hiszem, és az van keverve szekkóval. Hát ezt nem fogom megkóstolni, az egész biztos. 9% alkoholtartalma van, és 2 decis kiszerelés. 10-én megint egy ilyen innivaló van. Ez most kesús főzőkrém, extra krémes, 250 ml. Szóval ez egy vegán főzőtejszín, szerintem fogalmazhatjuk így, és ez jó szószokhoz, levesekhez, süteménybe, fagylalthoz, akármilyen desszerthez, illetve Auflauf, mi ez ilyen rakott tepsis ételekhez. A 11. doboz a második legnagyobb, viszont nagyon-nagyon könnyű is. Ebben a Gepa márkától van bodzás és fahéjas tea. A 12. doboz a legnagyobb az összes közül. De jó! A Maretti márkától van sour cream-es, hagymás tejfölös bruschetta chips. Ez nagyon-nagyon jól hangzik. A 13. dobozban egy vegán, szivárvány, crunchy-s, zabtejes fehér csoki van. 50 grammos, amúgy nagyon-nagyon jól néz ki a csomagolása. A Katyes márkától van amúgy. Katyes, yes. 14-én egy keto csoki szelet van, 1 gram cukor van csak benne, és ez epres és kókuszos, hogyha jól látom. Igen, epres kókuszos csoki szelet. 15-én egy relatíve nagy csomag van, és nagyon jól is néz ki szerintem. Ez a Mitsuba márkától egy tengeri sós, ropogós, rizses kis kréker. 100 grammos kiszerelésben. 16-án játék van, a Privacy nevezetű kártyajáték. Érdekes. Na, mondjuk játékra egyáltalán nem számítottam, de tök jó, hogy ebben a naptárban mindenféle van. Ez 16 éves kor felett ajánlott, minimum 4 ember, maximum 8 ember kell hozzá, 20 perces egy játék, és egész jó pofának tűnik, azt kell, hogy mondjam. Na, ebbe most belelesek. Mondjuk nem tudom, hogy működik ez a játék. Ez a játék az amúgy szívesen kipróbálnám. Szeretem az ilyen viccesebb parti játékokat. 17-én az Everman márkától van egy whisky, 40%-os Black Forest Double Distilled Blended Whisky. Whisky. Amúgy tök jól néz ki. És hány milliliter? Azt megnézem. 1 deci. Többnek hittem. 18-án barna színű Invisibubble csatok vannak, ilyen műanyag hullámcsat. 19-én a Herbacin márkától van egy narancsos és tonka babos fűszeres tusfürdő. Meglepően kellemes illata van, valamiért egy nagyon narancsos illatra számítottam, de nagyon kellemes, 200 ml-es, és itt van rajta egy matrica, amin van egy kód, amivel 25%-kal olcsóban tudsz a Herbacin oldalán rendelni. 20-án a Zwergen víze, szóval törperét márkától van egy vegán valami. Azt írja, hogy olyan, mint a Cabanossi, ez német földi babból készült, és borsos. Ez egy vegán, bio kenős.
21-én a Heilemann-tól van egy tejcsokoládés, hát csoki, 52%-ban vegán kakaót tartalmaz, és 40 grammos ez a csokoládé rúd. 22-én arcmaszk van a Luvos márkától. Ez egy hidratáló, nedvességet adó mandula olajas arcmaszk. Pontosabban kettő, mert ezt így el lehet választani. És elérkeztünk 24-éhez. Hát kíváncsi vagyok, hogy FM lesz. Ez a Just Spices-tól, ami egy hát relatíve drága fűszermárka, egy gyömbéres shot fűszer. Fél teáskanál kell ebből a keverékből, 50 ml víz kell hozzá, jól össze kell keverni, aztán rázni, és rögtön meginni. Elvileg ez 30 ilyen kis gyömbéres felesre elég. És ennyi lett volna, kivégeztük ezt a naptárat is. Nekem egész tetszett, van azért benne bőven olyan dolog, amivel én speciál nem tudok mit kezdeni, viszont relatíve soknál azt gondoltam, hogy ezt szeretném megtartani. Szerintem nem rossz, tudom ajánlani, hogyha igazából bárki akar még naptárat. Én Szeni voltam, ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!